Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Ezen kicsit keserédes dallamok után egészen más zenei műfajokba fogunk elevickélni. Köszöntöm a stúdióban nagy szeretettel Szűcs Leventét, a Bohemian Betyárs nevű zenekar egyik frontemberét, ezt már megbeszéltük. Szervusz, szia! Szóval mondtam, hogy egy kicsit más műfajról fogunk beszélgetni, úgyhogy mindenképpen fontos lenne, én azt gondolom, az elején egy ilyen műfaji besorolást eszközölni. Hát mi újságírók erre azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk, hogy megpróbálunk mindent így kategorizálni. És hát a ti esetetekben azt gondolom, hogy nagyon nehéz a helyzet. 2009-ben indult el a Bohemian Betyárs a pályáján, és azt gondolom, egy iszonyatosan nagy felfelé ívelő sikertörténetről beszélhetünk. A kezdeti időkre hogyan emlékszel vissza ennyi idő után, és akkor ne felejtsük el a másik kérdésemet sem, ami arra vonatkozott, hogy egyébként melyik skatujába sorolnád be magatokat? Nos, a kezdeti idők az teljesen ösztönből jött minden, és tudattalanul indultunk neki a zenélésnek, nem nagyon tudtunk még a hangszereken sem játszani, a basszusgitárosunk egyébként kb. Az első próbán fogott másodjára a basszusgitárt a kezébe. De valahogy pont ez az ösztönösség meg felelőtlenség, ami előre is vitt minket az utunkon, hogy akár mostanáig, hogy elértünk oda, hogy azt lehet mondani, azt tudod rólunk mondani, hogy sikeres a zenekar. Köszönöm szépen. És mindig is megpróbáltunk sokféle stílust ötvözni, ez marad is, ez a mi névegyünk, vagy ami számunkra fontos, hogy ne lehessen annyira behatárolni, és hogy nekünk is nagy szabadságunk lehessen a saját zenénkben. És ezért mi kitaláltuk, hogy speed folk, freak punk a stílusunknak a neve, de ez sem takar le mindent. Azért nagyjából próbáljuk meg összegezni azt, hogy miből ismerítkezik ez a zene. Én úgy tudom, hogy nagy hatást gyakorolt rátok, főleg a kezdeti időszakban Google Bordello. Így van, zenéje, így van. Aztán itt a ska, a reggae, az alternatív rock zene és a népzenei elemeket gyúrtátok össze tulajdonképpen, ha én jól értelmezem, és akkor ebből végül is megalkottátok az általad is említett, hogy is mondtad? Speed folk, freak punk. Gyors folk, furcsa punk. Jól érzem, illetve jól körbe tudtuk határolni ezekkel a zenei behatásokkal a Bohemian Betyárst? Igen, szerintem abszolút. A népzenébe is, akár latin-amerikai népzene is bele tud keveredni a zenénkbe, de inkább azért a Kárpátok környéki zenéből, cigány zenéből, balkán zenéből, erdélyi vagy magyar népzenéből táplálkozunk, valamint az elkerülhetetlen gitárzenéből, amit szintén nagyon szeretünk, és eléggé különböző karakterek vagy ízlésű emberek vannak a zenekarban, viszont megvan a szabadságunk, hogy amit szeretnénk, azt össze tudjuk tenni valamilyen más stílussal, így a hegedűsünk népzenei oldala, vagy a gitárosunknak a alternatív, vagy esetleg még keményebb, bánkosabb vonala abszolút megfér egymás mellett, sőt élvezettel keverjük őket össze. Mennyi időbe tellett, illetve hát megtaláltátok-e tulajdonképpen a saját hangotokat, aki végighallgatja a lemezeiteket, az szerintem azért nyomon követheti azt, hogy bizony elég erőteljesen fejlődik a zenekar, zeneileg is és szövegileg is. Én úgy érzem, hogy aktuálisan egyébként tényleg abban voltunk pont, amilyen a kori lemez volt, szóval mindig egy ilyen hiteles korlenyomat volt, vagy állapotlenyomat, hogy milyenek voltak az akkori dalok, és most a harmadik nagy lemezünkre érezzük azt, hogy megtaláltuk azt a harmóniát és azt a megszólalást, ami kellően tükröz minket, és szemben mondjuk az első lemezzel, ami eléggé, hogy mondjam, ilyen felelőtlen, naív, 18 éves lemez volt. Eléggé nagy főszerepet játszott mondjuk a pálinka és a mulatozás és a berugás témaköre, viszont azért ennél többről szól a lelkiségünk, meg mint amilyen emberek vagyunk, és szerintem most ennél a harmadik lemeznél már tényleg elértük ezt a
sírvavigadás életérzését adjuk át és kapjuk el, hogy nincsen öröm bánat nélkül, nincsen, nem lennénk hitelesek, hogyha csak arról énekelnénk szerintem, hogy minden jó és helye húja, mert az életben vannak nehézségek és öröm is, és szerintem ez az, amit mondjuk az emberek is szeretnek bennünk, hogy ugyanúgy átélnek rosszat és jót, és ugyanúgy, és ezért fel tudnak szabadulni velünk együtt, és ki tudják ereszteni a gőzt egy koncerten. Ugye ennek a műsornak, amiben most mi itt beszélgetünk, az a címe, hogy Fehérvári beszélgetések. Ezt ugye nem kell annyira szigorúan venni, hiszen ti egy alapvetően miskolci gyökerekkel rendelkező zenekar vagytok, akik aztán áthelyeztétek a székhelyeteket tulajdonképpen Budapestre, úgyhogy annyiban Fehérvári beszélgetés. A Fehérvári beszélgetés, hogy Fehérváron készül. Miskolcról elindulva, hogyan lehet fölépíteni egy ilyen zenei produkciót? Külső segítség, tehetségkutató műsorok nélkül, és azért beszélhetünk itt, azt gondolom, hogy sikerről, hiszen óriási nemzetközi elismerésnek is örventek, és rendkívül sok nemzetközi megkeresés is érkezik hozzátok. Sőt, megmerem kockáztatni azt, hogy többet vagytok külföldön, mint Magyarországon. Ez szerencsére nagyjából így van. Igaz, hogy így legalább fele-fele arányban vagyunk külföldön és Magyarországon is, és hogy jutottunk el ide, az egyébként valahol máig nem rejtély, mert tudom azt, hogy nagyon sok munkát beletettünk, meg nagyon eltökéltek voltunk, meg mondhatjuk azt, hogy vakmerőek is, vagy nem érdekelt minket igazából sokszor a körülmény, csak hogy zenélhessünk, és tényleg minden lépésről lépésre haladt, hogy már annak örültünk Miskolcon, hogy az akkori Vian klub az egyetlen klub, ahova jártak már zenekarok fellépni, hogy úristen, csak egyszer ott játszassak, én már nagyon boldog ember leszek. Akkor jó, tovább. Azért tök jó lenne, hogyha Miskolcon kívül is egyszer tudnánk zenélni, és akkor így el tudunk menni a megyében tájára, mondjuk egy bornapokra, és akkor na, az már turné volt, akkor egyszer a fővárosba, hogyha játszhatnánk. És így tovább nőttek és tágultak a terveink, meg lettek egyre nagyobb terveink, ahogyan az előzőt elértük. És ez most már odáig tágult, és odáig nőttek a tervek, hogy most már kontinenseket szeretnénk lépni, és most a szeptemberben ázsiai turnét szervezzük éppen, úgyhogy lépésről lépésre, kitartással, meg összetartással. Mi volt az a pont, amikor ugye talán utaltál rá, hogy 19 évesen jelent meg az első nagy lemezetek, és hát azért itt még elég fiatalok voltatok. Tehát mi volt az a pont, amikor már azt éreztétek? Utaltál szintén egy ilyen folytonosságra, hogy ebbe a klubba szeretnénk föllépni, aztán kicsit Miskolcot el szeretnénk hagyni, de mégis mi volt az a pont, amit úgy éreztetek, hogy áttörés volt a zenekar életébe, és mondjuk ti is megdöbbentetek, hogy hűha, ezt álmunkban nem gondoltuk volna. Szerintem az első ilyen áttörés, vagy ilyen nagy élmény az amikor először Európában koncertezhetünk, egy egyhetes turné volt leszervezve, és akkor ott volt a spanyol zenekar, és ott a spanyol menedzserüknek is megtetszettünk, és elhívtak Spanyolországba, és mikor Spanyolországban jártuk, akkor mondtuk azt, hogy mit keresünk mi itt, amúgy igazából még nemrég ott voltunk Miskolcon, itt szerettünk volna mondjuk a főváros backklubba játszani, most már itt vagyunk. Valahogyan ez folyamatosan fejlődik és változik. és így egyre jobban te is változol, meg a vágyaid is változnak, meg az áttörések is változnak. Szintén egy nagy áttörésnek mondhatjuk, vagy egy nagy pontnak azt, hogy megnyertük a nagy színpad versenyt múlt évben, aminek többek között a Sziget nagy színpadon is felléphettünk, vagy kimehettünk Hollandiába a Eurosonic Fesztiválra, ami szerintem szintén így egy szélesebb réteghez elérhetett a zenénk, vagy megismerhettek minket, és úgy látom, hogy például Magyarországon most már tényleg a múlt évhez képest, és az előtte lévő évekhez képest sokkal több ember jár a koncertjénkre, még sokkal többen ismerik a zenénket. Hát, hogyha a Bohemian Betyársról beszélgetünk, meg nyilván veled az egyik frontemberrel, akkor megkerülhetetlen az a téma, ami magát a színpadi
produkciót illeti. Hát nem tudom, szerintem lehet, hogy szerencsés lenne, hogyha ezt te foglalnád össze. Én egy kicsit ilyen kaotikus, felszabadult történetnek érzem ezt az egészet. Azt nem tudom, hogy ezek mennyire spontán megmozdulások, viszont a tévénézőknek hát nyilván most nem fogjuk bemutatni, de azért megkérnélek, hogy azért verbálisan adjál nekünk ebbe egy kis betekintést, hogy mégis mi zajlik nálatok a színpadon. Én egy ilyen anarchiának érzem ezt. Abszolút anarchia pártiak is vagyunk a színpadon, ha ez arról szól, hogy igazából nincsenek szabályok lefektetve, nincsenek megbeszélt koreográfiák, hogy együtt mi mit kell, hogy csináljunk, vagy hogy egyszerre ugráljunk. Valahogyan mi se tudtuk, hogy milyenek leszünk a színpadon, aztán ahogyan így felkerültünk, és egyre jobban, magabiztosabban éreztük magunkat a színpadon, egyre felszabadultabbakká is váltunk, és valahogyan ez szórakoztató az embereknek is, szerintem csak nézni is, amíg a zenénket nem is szeretnénk, de például a hegedűsünk, másik frontember, a Palágyi Máté, ő egy teljesen őrült ember, és teljesen gátlástalan, és közben mégis nagyon szórakoztató alak a színpadon, és nagyon energikus zenét csinálunk, és ehhez mi is beleadjuk az energiánkat. Igazából nekem például így, meg a hegedűsnek is így le kellett egy picit szokni arra, hogy mondjuk túl sokat ugráljon, mert azért a hegedű nagyon érzékeny hangszer, és rengetegszer volt borzasztóan hamis, de azért mert hát így ugrálva a hegedű, de nem lehet tiszta hangokat lefogni ugrálva, és akkor így ez egy több év volt, mire így megtanult, hogy jó, akkor azért akkor nem ugrálok, amikor szólomban, vagy ilyenek. Nekem volt mondjuk gerincsérve múlt évben, most meg kirábalóban vagyok belőle, de engem például az nevelt meg egy kicsit, hogy amúgy azért sokkal jobban meg tudom támasztani a hangomat, és sokkal jobban tudok énekelni, hogyha nem ugrálok, és úgy, hanem legalább akkor egy helybe álljak, így van. De valahogy felmegyünk, és felszabadulnak az energiák, és ahogyan ezt visszalátod a közönségből, csak még többet kapsz belőle, és ezért akkor már mindenki megőrül. Én hiszen nem csak bennetek szabadulnak föl ezek az energiák és gátlások, így hanem jön a közönségből is. Viszont ez azért azt feltételezi, hogy a közönséggel azért egy egészen közvetlen kapcsolatot sikerül kialakítani. Ebből nem szoktak atrocitások lenni? Akár olyan szinten, hogy titeket ér atrocitás, vagy a közönség mondjuk elszabadul? Néha elszabadul a közönség. Például most pont játszottunk egy fesztiválon, ahol a biztonsági őrök így fogták a kordont, mert azért nagyon hömpölyög a tömeg, hogyha belerendül egy koncertünkön. És az egyik biztonsági őrű bement a harmadik sorba, hogy így felügyelje a pogózó, meg kicsit vadabbul bulizó közönséget, ami egyébként része nálunk, az a középső rész az nem ajánlott amúgy terhes anyukáknak, vagy kisgyerekeknek. És berobbant az egyik dal, és úgy megindult a közönség, hogy ezt a 100 kilós embert ezt úgy fellökték, hogy így esett el a biztonsági őr, de még ő is röhögött magán szerintem. Egy ilyen viszonylag bugyutának tűnő újságírói kérdést fogok föltenni. Az alkotási folyamat nálatok hogyan zajlik? Ugye ennek a leegyszerűsített formája az, hogy hogyan születnek a dalok. Nos, többféleképpen tudnak születni dalok. Van az, ami mondjuk inkább az első lemezem volt észrevehető, hogy már kész van nekem egy dalszöveg, meg egy ének és az akkord, és akkor utána nagyjából fiúk már így lesz ez a dal, úgyhogy akkor egy kis hegedűt vagy trombitát rá. Viszont mostanában már sokkal jobb is úgy együtt dolgoznunk, hogy figyelünk a másikra, nagyon hosszú egy dalírás nálunk, nem születik általában egy-két óra alatt nálunk egy dal, mert mivel sok stílusra is dolgozunk, ezért meg kell találni mindig azt a harmóniát, vagy egyensúlyt egy dalunkba, hogy miből mennyi az arány, hogy meglegyen ez az aranymetszés legalábbis számunkra. És ez sok, sok beszélgetést, sok néha konfrontációval jár, viszont igazából testvérek és egy család vagyunk kb. Most már ezzel a csapattal és a zenész társaimmal, szóval megtanultuk így 8 év alatt, hogy hogyan kell a másikhoz szólni, meg hogyan kell feldolgozni, ha esetleg
az én ötletem nem tetszik valakinek, vagy a többieknek, vagy hogyan lehet erről értelmesen beszélni megsértődések nélkül, hogy végül mindenki elégedett legyen. Mondtad, hogy most jelent meg ugye a harmadik nagy lemez márciusban, és utaltál már arra, hogy az első lemez 2010 környékén talán az azért egy kicsit naív, ilyen 19 éves kornak megfelelő naív lemeznek betudható. Te hogyan látod maga a Bohemian Betyársz, a zenekar? Milyen ívet futott be az első lemeztől most a harmadikig? Zeneileg. Szerintem érettebb lett az egész új lemez és az egész átévelés. Sokat tapasztaltunk saját hibáinkból is egyébként, hogy milyen hibákat követtünk el mondjuk a második lemeznél, amiket hogyan kerüljünk ki később. Igazából most már mi is 25-26 évesek vagyunk, a témák is ebből a felelőtlen alkoholizálásból mondjuk egy kicsit komolyabb dolgokra is terelődtek most már a témák, és azt mondanám tényleg, hogy érettebb és zeneileg is felkészültebb és izgalmasabb most már. Mondhatjuk azt, hogy te akkor 19 évesen gimnázium után, ha jól tudom, akkor végül is feltettél mindent egy lapra, hogy ezzel akarok foglalkozni, zenész és művész akarok lenni, és ebből akarok élni? Abszolút, bár nem gondoltam még akkor, ugye, hogy akkor most itt van ez az összes lapom, ezt most mind felteszem, hanem teltek az évek, és én még mindig csak zenéltem. De a többiek már majdnem befejezték az egyetemet, vagy már befejezték, ők egy kicsit komolyabban álltak az életükhöz talán, mint én, de nem bántam meg abszolút egyelőre, nincs mit megbánni, mert hál' Istennek szerencsére azt hiszem, hogy jó életem van, meg azt csinálom, amit szeretek, és ahogyan mondjuk végignézek így a barátaim és minden, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit elérhet egy ember az életébe, hogy valami olyannal foglalkozzon, amit szeret. Most így lassan a beszélgetésünk a végéhez közeledik. Márciusban jelent meg a harmadik nagy lemez. Voltatok ezzel kapcsolatban egy európai turnén, hogyha jól tudom. Igen. Milyen terveitek vannak a közeljövőre, illetve a távolabbi jövőre vonatkozóan? És akkor itt azért utalnék arra is, hogy már beszéltünk a lemezek ívéről, hogy például készül-e egy új anyag, és hogy az való, tehát hogy az például mennyire lesz más vagy különböző az eddigiektől? A tervek például zenekari szinten az, hogy minél messzebbre most már eljussunk, és minél, hogyha többet mondjuk nem megyünk vissza Új-Zélandra játszani, de hogyha egyszer elértük azt, hogy játszottunk Új-Zélandon, akkor mi annak így kipipáljuk, és nagyon boldogak vagyunk. Most kontinenseket tervezünk lépni, és szeptemberben megyünk Kínába, meg Japánba. Most ott szerveződik a turné, de ezen kívül szeretnénk Amerikába, Közép-Amerikába, Afrikát is szeretnénk, Kenyát vagy Marokkó, ebbe a kettő között gondolkozunk még, de igazából mindenhol, ahol új kultúrákat, új országot, új embereket, új nyelvet, új zenével lehet találkozni, az nekünk az izgalmas. És lehet, hogy majd a következő lemezeket majd ezek is befolyásolni fogják, hogy lehet, hogy megőrülünk majd a japán harsány énekekért, és akkor belekerül majd egy olyan dal is. És az ősszel utána, miután vége ennek az egész nyári és ázsiai turnénak, akkor utána elkezdünk új dalokat írni. Nem azt mondom, hogy jövőre már egy teljes új lemezni anyag kész lesz, viszont szépen nyugodtan a magunk tempójában meg fognak születni az újabb dalok is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad. Köszönöm, hogy itt láttam a meghívásunkat, és hát jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az elmúlt közel 20 percben két szakállas ember beszélgetett. További kellemes tévénézést kívánok, viszontlátásra.